Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyvekről fogok beszélni, amikért idén hálát adok. Ugyanis csütörtökön hálaadás van. Tehát ebben a videóban olyan könyvekről fogok beszélni, amiket idén szereztem be, és olvastam el, és amikért hálás vagyok. Az első, Ernest Cline-tól a Ready Player One. Ez egy izgalmas, fordulatos történet, amit én nagyon-nagyon szerettem. Általában így, mikor iskola van, akkor azért kevesebbet tudok olvasni, tehát nincs olyan, hogy kiolvasok egy könyvet egy-két nap alatt, na de ez a könyv nem hagyott tanulni, meg ilyenek, szóval emellett muszáj volt fönnmaradni, ameddig csak tudtam, és kiolvasni. Szóval azt hiszem 2 vagy 3 nap alatt kivégeztem, és nem sokkal utána láttam a filmet is, az is jó volt, de a könyv sokkal jobb volt. Az alapkoncepció az, hogy egy ilyen virtuális világ alakult meg, és abban élik lényegében az emberek az életüket, mert a külvilág az így eléggé elpusztult, és vadásznak a húsvéti tojásra, amit mindenféle rejtvényen keresztül tudnak megtalálni, és központi téma a retro dolgok, retro játékok, zenék, filmek, minden, ami retro. Szóval ez az egész könyvnek ad egy külön, egyedi kis hangulatot is. Szóval ez egy nagyon jó könyv. És aki még nem olvasta volna, azt tegye meg. Mert egyébként nekem ez nem a tipikus műfaj, amit én olvasok például, mert hogy én nem nagyon olvasok sci-fit. De ez nagyon jó volt, ez nagyon megfogott. A második könyv, amiért hálás vagyok idén, az James Dashnertől a Last Code. Ezt a könyvet én nagyon-nagyon vártam, hogy megjelenjen magyarul, mert megvettem volna angolul is, de a sorozat többi része magyarul volt meg. Szóval megvártam, amíg megjelent magyarul. És azért volt ez nekem egy nagyon-nagyon jó élmény, mert nekem a Halálparancs, az Útvesztő trilógia 0.5. része az annyira nem tetszett, mert ez a 0.6. Vagy hát valahogy így számozták be. Szóval nekem a Halálparancs nem tetszett, és ez egy nagy csalódás volt számomra, és aztán jött a Last Code, és ezt meg imádtam. Ez is olyan volt, hogy nagyon gyorsan kiolvastatta magát, és igazság szerint ez az Útvesztő előtti eseményekről számol be, közvetlenül az Útvesztő előttiről, hogy ja, ez az amúgy Útvesztő spoiler, hogyha valaki még nem olvasta volna és szeretné. Szóval, hogy Tomászékkal hogyan építették föl a labirintust, és hogyan tervezték meg az összes próbát. Az is benne van, hogy az első napuktól kezdve nagyjából a veszettnél hogyan jutunk el az utolsóig, mielőtt mindenki bekerült volna az Útvesztőbe. És nagyon izgi, nekem legalábbis nagyon tetszett. Nem lenne igazi hálaadós videó ez a videó, hogyha nem adnék hálát, és ez a szavak, az idén megjelent Rick Riordan kötetért, ami nem más, mint a The Trials of Apollo 3. része, a The Burning Maze. Rick Riordanról már sokat beszéltem. Imádom, ahogy ír, imádom a könyveit, mindent, amit csinál, imádok. És a Trials of Apollo 3. része sem okozott csalódást, meg is siratott, és nagyon jó. Szóval tudom, hogy az Olympus vére az valahol idén fog talán megjelenni, vagy jövő év elején. Szóval attól, hogy ez le legyen fordítva magyarra, az még hosszú idő, de ezt a sorozatot is nagyon megéri elolvasni. És Apollót imádom, imádom Apollót. Tehát ő egy olyan karakter, hogy nem lehet nem élvezni, amit ő itt lenarrál ezekben a könyvekben. Helyenként azt gondolom, hogy jobb, mint Percy. Percy teljesen más karakter, szóval más jellegű azért a narráció, de azért Apolló is oda teszi magát. Hát a következő könyv kicsit kilóg szerintem a sorból. Abból a szempontból, hogy ez John Green-től a Teknősök végtelen sora, és szerintem azért lóg kicsit ki, mert azért másabb téma, mint az előzőek. Másabb műfaj, kicsit komolyabb, hogyha úgy vesszük. Ezzel a könyvvel egy kicsit hadilában álltam, amikor befejeztem, mert nem arra számítottam befejezésként, ami lett, bár nem tudom miért, mert igazából teljesen várható volt, hogy ez lesz, már mint John Greenről beszélünk. Szóval számítottam volna arra, hogy fájni fog, de azért jó volt naívnak lenni az olvasása közben. Hát azt tudom, hogy ezt a könyvet John Green nagyon régóta meg szerette volna írni, és erről a témáról beszélni, és szerintem nagyon jól le is írta ezt a belső vívódást, ami
a főszereplőnkkel történik, mert ugye torongásos beteg a főszereplő, és hát szerintem mondhatom azt, hogy azért helyenként én is szorongtam, ahogy a nő szorongott, tehát át lehetett érezni az írásból, hogy eléggé szívás a dolog. Ilyen több hónapos táblatban már azt tudom mondani, hogy ez tényleg nagyon, nagyon jó könyv volt. És hogyha valaki szereti John Green-t, akkor ezt is muszáj elolvasnia. A következő könyvről millió egyszer áradoztam már. Ez a Simon és a Homo Sapiens Lobby. Imádtam a könyvet, imádtam a filmet, mindent imádtam ezzel a történettel kapcsolatban. Az új szerelmem nagyjából ez a könyv. Na jó, azért Percy-ék még maradnak a toppon, de nagyon közel ért hozzájuk Simon. Nem tudom elégszer elmondani, hogy ezt a könyvet én csak ajánlani tudom. Az a szomorú, hogy sehol nem kapható. Fogalmam sincs, honnan lehet beszerezni itthon. De hát, ha most így, hogy a film azért felkeltette sok ember érdeklődését, hát, ha így újra nekiállnak és nyomtatnak belőle még egy adagot, reménykedjünk. Szóval ez egy nagyon jó könyv. Imádtam. Imádtam. Ez volt az idei legjobb vételem. Az egyik új kedvenc sorozat, sőt, most két új kedvenc sorozatomról is beszélni fogok. Ezek közül az egyik a Shadow Magic, Joshua Kahn-tól. Erről a könyvről is rengeteget beszéltem, főleg évelején, mikor felfedeztem, és megvettem, és elolvastam, és imádtam, mert hasonló, mint a Percy Jacksonok, mégis teljesen más, mert hogy így más világ, más minden, ez egy új fantázia világban játszódik, sötét mágia van benne, meg mindenféle árulások, és nagyon jó, de ugyanúgy ilyen ifjúsági könyv, tehát gyerekkönyv, de nagyon jó, és imádom. De még az a rossz, hogy még mindig nem adták ki ezzel a fajta borítóval a harmadik részét, és így nem tudom elolvasni, mert már megvan az első kettő ezzel a borítóval, és még nincs kint a harmadik, és így nem tudom elolvasni. Igen, mert nem akarom megvenni másmilyen borítóval az amerikai kiadást, mert ez a brit kiadás, és akkor már mutasson jól a polcon. Az utolsó könyv pedig, amiért idén hálát adok, az Lila Bowen-től a The Wake of Vultures, a The Shadow sorozat első része, de igazából az egész The Shadow sorozatot, vagy Shadow? Nem, The Shadow, igen. Szóval ezt az egész sorozatot eddig nagyon-nagyon szeretem. Ez nagyon régóta fönn volt a várólistámon, és le volt akciózva, elég rendesen Book Depositoryn, úgyhogy megvettem, és nagyon jól tettem, mert ez egy nagyon-nagyon jó történet. És azért is mondom ezt, mert fantasy, tehát kedvenc zsánerem. Hát a Young Adult részét azt kezdem most így a sorozat végére érezni, az most már nagyon átüt, az kezd kicsit elvenni a lelkesedésemből, ettől függetlenül még mindig jó. Western, amit szintén imádok. Ezeken felül még nagyon sokszínű is ez a sorozat. Az első könyvben talán még annyira nem, de ahogy haladunk a történetben, hú! Hát akkor már igazán brutális, és ontják a vért, és izgalmas, és kalandos, és imádom. Idén ezekért a könyvekért vagyok én hálás. Hogyha ti is olvastatok idén olyan könyvet, amiért nagyon hálásak vagytok, akkor írjátok meg kommentben, hogy melyik könyv volt az. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!